Raiban gazdag, jó reggelt! Ez a Crypto Kakao, a CryptoAkadémia.com napindító műsor, én András vagyok, csapjunk bele, némiképp változott a setup, mondjátok el egy komment formájában, hogy mit gondoltok az új felállásról. Ami viszont egészen biztos, vagyis nem vélemény kérdése, hogy langyos pocsolyát csináltak a legutóbbi kereskedési napon a hagyományos eszközök, vagyis a részvények, de nem úgy a BTC, aki húsvét alkalmából kvázi feltámadott, 10 hónapja nem jártunk 30 ezer fölött, és ez most sikerült. Amikor ezt a videót készítem 9 óra tájban, akkor 30.115 dollárnál járunk, de voltunk, voltunk már 30.300-nál is, és ez különösen szép. Tehát a legfontosabb tudni hiszen nyilván a mai napindító kakaót kizárólag ennek a témának szenteljük. Tehát amit erről biztosan tudnunk kell, 10 hónapja voltunk legutóbb 30 ezernél, és 10 hónap azért még a bitcoin életében is nagy idő, tehát ennek tényleg van egyfajta komolyabb jelentősége. Múlt héten beszéltünk arról, hogy az arany csúcs közeli árba került, tehát all time high-hoz közelít, és ez a bitcoin számára is adhat némi lendületet, és valóban így lett, lásd csodát, húsvét alkalmából lásd csodát, és újra 30 ezer fölé sikerült emelkedni, Feltételezhetjük, biztos, hogy nyilván sosem fogunk tenni, tudni, hogy az arany szárnyalásának is van némi köze, vagy legalábbis lehet némi köze ahhoz, hogy most sikerült áttörni a 30 k Következő fontos tudnivaló, amiről szintén mindig beszámolunk, egy év múlva felezés, tudjátok, 210.000 blokkonként megfeleződik a BTC bányászoknak járó úgynevezett blokkjutalom, ahogy ezt unásig ismételjük, ez ellátási sokkot okozhat a piacon, aminek köszönhetően az árfolyam meglódulhat. Az a tapasztalat, hogy már egy évvel korábban elkezd éledezni a piac, nagy valószínűséggel, de biztosan természetesen ebben sem tudhatunk, nagy valószínűséggel ennek, már pedig annak, hogy egy éven belül vagyunk a felezéshez képest, szintén van szerepe abban, hogy most sikerült áttörni a 30 ezer dolláros Szintet. Nagyon nagy kérdés, hogy sikerülhet-e tovább menni, az viszont biztos, hogy legutóbb 2019-ben, amikor egy arányosított szintet, a 6000-et áttörtük, akkor utána szabad volt az út, és sikerült tovább menni fölfelé, tehát ez is jó jel lehet, bevágom nektek nagyba is ezeket a szinteket. Ami viszont óriási kérdés, hogy sikerülhet-e a következő nagy ellenállást, amit 30, 38 ezerre tippelünk, szintén legyűrni. Tehát a 38 ezer dollár lehet az a következő szint, amit valószínűleg le kell gyűrnünk ahhoz, hogy meghaladjuk a 2022-es csőd hullámot. Ezt is látjátok nagyba. A lényeg a lényeg, hogy három csapás, egy jobb horog, egy bal, röbb, bal horog, majd egy Tökön rugás érte a bitcoint a 2022-es évben. Ez volt először is a Terra Luna csődje, majd a Three Arrows Capital befektetési cég csődje, majd a kegyelem döfés, tavaly novemberben erre nyilván még az is emlékszik, aki soha nem foglalkozott kriptopénzekkel, az FTX összedőlése volt, és ez volt az a három lépcső, ami három rugással jól leverte az árfolyamot, meg kellene haladnunk a 38 ezret, hogy magunk tű, mögött tudhassuk, legalábbis árfolyam tekintetében ezt az egész kálváriát, amit a tavalyi év során át kellett élnünk. Önmagában az, hogy az árfolyamban meghaladjuk a tavalyi évet, a mármint legalábbis a csőd hullám kezdetét, az nem jelenteni azt, hogy ezeknek az összedőléseknek a jogi, morális és mindenféle egyéb következményeitől is megszabadulunk, nem, erről szó sincs, bizony még kísérteni fog, főleg az FTX, Hosszú időn keresztül, de legalább az árfolyamban meghaladhatnánk. Egy szó, mint száz. Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy ez nagyon jó jel, mármint a 30 ezer áttörése, vannak, akik azt mondják, hogy azért lassan a testel, hiszen ez a 30 ezer egy nagyon masszív ellenállás, és tudjátok, ahogy azt mindig elmondjuk, az, hogy túljutunk 2-300 dollárral egy bizonyos értéken az azért még nem szavatolja a BTC esetében, hogy ezt valóban sikerült legyűrni, legalább két-három napig kell tartósan, tartós alatt több száz dollárt ére, értek, meghaladni egy bizonyos értéket, hogy azt mondhassuk, hogy túljutottunk azon az ellenálláson. Per pillanat ez az 50-60 dollár, ennek nincs semmi jelentősége. Hogyha ott lennénk, ahol ma hajnalban jártunk, tehát 300 dollárral 30 ezer fölött, az már egy biztosabb kapaszkodó lenne, de azt is több napig kellene tartani. És végezetül még egy fontos adalék ami bizakodásra adhat okot, ez pedig az, hogy az április hagyományosan egy erős hónap a BTC számára. Tehát még egyszer, 10 hónapja nem jártunk ezen a szinten, ami jó jár, hiszen a piac ilyenkor általában megelégeli a medvés trendet, és mindenkiben van egy nagy optimizmus, ami tovább hajthatja fölfelé az árfolyamot. Az április, ahogy mondtam, hagyományosan egy erős hónap, ugyanakkor egy éves távolságon belül vagyunk a BTC felezéstől, ami megint csak az eddigi tapasztalatok szerint, az elmúlt 10 év tapasztalatai szerint erősíti a BTC-t és elkezd éledezni a piac. Tehát ezek, amik mellettünk szólnak, amik ellenünk szólnak, hogy azért még rengeteg bizonytalanság van mind a kriptopiacon, a hagyományos piacokon, tehát a minket körülvevő és az életünket nagyban meghatározó makrogazdasági környezetben, meg pláne rengeteg a bizonytalanság, az inflációtól azért nem szabadultunk meg, jöhetnek további kamatemelések, mind Európában, mind a Fed részéről, és így tovább, tehát egyelőre még minden bizonytalan, és ami a legfontosabb, hogy azt se felejtsétek el, hogyha most meg is lódulunk és elmegyünk 38-ig, 40-ig, vagy még annál is följebb, tudnotok kell, hogy egy bikás trenden belül is simán vannak 10-20, de akár 30-40 százalékos visszahúzódások is. Tehát ne ijedjetek meg, hogyha most megint megyünk egy nagyot, aztán onnan jön egy visszafordulás. Egy bikás trenden belül, és erről mi nagyon sokat fogunk beszélni a következő 1-2 év során, Simán vannak 10-20-30 százalékos, sőt akár 40 százalékos visszahúzódások is ez teljesen természetes, ez önmagában még nem jelenti azt, hogy vége van a Bika piacnak. Egy szó, mint száz szokásos bizonytalanság a kriptóiparban, de legalább újra meghaladtunk egy fontos mérföldkövet, és ennek most örülni kell. Jól látszik, hogy a piac éledezik, meglátjuk, hogy mit hoznak a következő hónapok. Iratkozzatok föl, nyomjátok meg a kis csengőt, kövessetek a TikTokon is, és természetesen találkozunk délután a napi hírösszefoglalónkban a kriptopercekben.